Tisztelt Hölgyeim és Uraim, jó napot kívánok! Nagy örömmel fogadtam, örömmel fogadtam el a mai meghívást erre az eseményre, amely immáron már egy hagyománynak is nevezhető a MÁV ZRT életében. Elismerés illeti őket azért, hogy évről évre ilyen eseménynek adnak helyt, rendezik meg, mindig kiemelkedő személyiségek előtt tisztelegve. Azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy állami vállalataink részt vegyenek a hagyományok megőrzésében, tisztelegjenek történelmi eseményeink, személyek és hagyományok előtt. Az ő kezdeményezésük nyomán a korábbi években átadott Mátyás király, Kandó Kálmán, Vörös Sándor portréjával, illetve az aranycsapat tagjaival díszített mozdonyok ugyanis szépségükön kívül közös történelmi múltunkat, sikereinket, a határokon átívelő nemzeti közösségünket is megjelenítik. Ezzel a kezdeményezéssel a Vasúttársaság újabb részt vállalt a magyar kultúrát és értékeket közvetítő tevékenységben. Az idei évben, ebben az évben született meg 200 évvel ezelőtt Gábor Áron. Ez a díszítés most az ő emlékének állít emléket. Ez a mozdony a Csíksomlyói búcsúra induló történelmi székelygyors vontató járművekén hamarosan határainkon túl is be fog mutatkozni. Ez különleges és szimbolikus jelentőséggel bír ebben az esztendőben, amikor is először szavazhattak a magyar országgyűlési választásokon a határainkon túlélő magyar állampolgárok is. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Azzal együtt, hogy egy díszes, megszépült szerelvény bemutatását ünnepeljük, azt látnunk kell, hogy számos teendő áll még előttünk a magyar vasút megújítása érdekében. Meggyőződésem, hogy jó úton indultunk el, és megfelelően haladunk előre. És akkor itt néhány szót engedjenek meg, hogy visszatekintésként is mondjak. A 2010-es esztendőben a céget, mondhatom nyugodtan csődközeli állapotban, mintegy 300 milliárdos veszteséggel vettük át adósságállománnyal. Ez már a 220 milliárdra csökkent. Ez azt jelenti, hogy azok a lépések, amelyeket megtettünk a cégcsoport átszervezése, racionális működtetése érdekében, ezek megfelelő eredménnyel jártak, megfelelő eredményt hoztak. Fontos az is, és ugyanezt támaszta alá, hogy a 2013-as esztendőt a MÁV ZRT már egy nagyon jó eredménnyel zárta, 2012-vel összehasonlítva is ismét előrébb lépett, az adózás előtti eredménye mintegy 7 milliárdra tehető. Ugyanilyen összeggel számolnak az idei évre, tehát a 2014-es évre is, azaz mondhatjuk, hogy a megkezdett folyamat töretlenül halad előre. Ehhez hozzájárul az is, hiszen ez a fontos, a lakosság mindennapi életünk szempontjából nyilvánvalóan lényegesen fontosabb dolog, amit most megemlítek, mint az, hogy a MÁV üzemi eredménye milyen volt az elmúlt években, illetve mit várunk tőle 2014-ben. Tehát ami nagyon fontos mindannyiunk számára, hogy egy úgynevezett teljes keresztmetszetű átépítés valósul meg. Ez azt jelenti, hogy biztonságosabb, gyorsabb, megbízhatóbb vasúti közlekedés fog kialakulni az országban. Ehhez járul az is hozzá, amit már többször, több ízben elmondtunk, még egyelőre várnunk kell arra, hogy ezek a kocsik megérkezzenek, de ezek a sokszor emlegetett flirt motorvonatok, amelyből összesen 102 fog a hazai pályáinkon közlekedni, nagyon jelentős előrelépést fognak jelenteni az utazóközönség, és ilyen módon a MÁV életében is. Mára elmondhatjuk, hogy az eddig megtett lépéseknek köszönhetően a vasút megítélése javult, népszerűsége, az utazó közönség száma emelkedett, és nagyon remélem, hogy ez a jövőben is így lesz. Ugyanakkor
a mai alkalommal zárásként azt kell, hogy mondjam, illetve úgy gondolom, hogy ez a megfelelő zárása a mondani valomnak, hogy kívánom, hogy minden egyes felmatricázott vonat, mint amely most itt mögöttem áll, egyben a MÁV megújulásának, fejlődésnek a jelképe is legyen. Köszönöm.